Sziasztok! A mai alkalommal a tuplerökkel fogunk megismerkedni. A tupler olyan, mint a lista, csak nem változtathatóak meg az elemei. Sokszor nagyon hasznos az ismerete, ezért foglalkozunk vele mi is. Hozzunk létre egy tuplert. Legyen a tuplerünknek a neve, hogy My Tupler, és úgy kell létrehozni őket, mint a listákat, csak szögletes zárójel helyett sima zárójeleket használunk. A printer írjuk ki a my tuplerünknek az értékét, úgy, ahogyan ezt tettük a listáknál, és látható, hogy kapunk a konzolon egy zárójelekkel határolt halmazt, aminek most egyetlen egy eleme sincsen. Hogyan lehet elemeket beletenni egy tuplerbe? Ugyanúgy, ahogyan a listáknál, vesszővel elválasszuk az elemeket. Mentek, futtatok, és szépen most már megjelentek a tuplerünknek az elemei a konzolon. Természetesen nem csak azonos típusú elemeket lehet egy tuplerbe elhelyezni, hanem ugyanúgy, mint a listáknál, változó típusú elemeket is, így például most átírom a 2-es számot egy Hello Singer, majd a 3-as után pedig még oda teszek egy 10-es értéket is, hogy 3,4, tehát egy intet, egy stringet és egy floatot tettem most bele a tuplerbe. Ha futtatom, akkor gyönyörű szépen látható, hogy megjelenik a konzolon a tuplernek az elemei. Egy elemű tupler is létrehozható. Nézzük meg, ugye, a következő példában, hogy hogyan. Egy stringet dobunk bele, ami hello, és kiiratjuk a tuplernek az értékét, ami ugye a hello string lesz. Na de, most nézzük meg ennek a típusát. Ha a type függvénnyel lekérjük a my tuplernek a névre hallgató változónknak a típusát, akkor azt látjuk, hogy string, nem pedig tupler. Na, hogy is van ez? Tehát, hogyha vesszővel elválasztva beteszek oda még egy számot, akkor tuple lesz az osztálya az elemünknek. Viszont ha csak egy elemet teszek bele, akkor string. Hogyan lehet akkor létrehozni ezek alapján egy egyelemű tuplert? Úgy, hogy mindenféleképpen ki kell tennünk a vesszőt az első elem után, viszont nem adunk meg egy második elemet. Mentünk, futtatunk, és most már valóban a my tuple egy tuple típusú változó. A tuplernek az elemeit a listához hasonlóan lehet indexeléssel elérni, tehát most a hello után bedobok a példa kedvéért egy Python stringet is a tuplerbe, majd kiiratjuk a my tuplerünknek a első elemét, itt is a szögletes zárójelekkel címezzük meg az elemet, beírjuk, hogy egy, mentünk, futtatunk, és megjelenti a konzolon a Python felirat. Ugye azt is megtehetjük, hogy a Python stringünket indexeljük, ugye? Itt erre még nem néztünk példát, de itt megtesszük a szögletes zárójelek között az egyes szám után kívülről nyitunk még egy szögletes zárójelet, és azt mondjuk, hogy ennek az értéke is legyen az egyes. Jó, például futtassunk, és egy Y karaktert kapunk vissza. Ugye emlékezzünk arra vissza, hogy a stringek is gyűjtemények, hiszen karakterek fűzéréből származik az osztálynak a neve is, hogy string. Rendben van. Negatív indexeket is használhatunk a listákhoz hasonlóan a tuplereknél. Például, ha hello a Python, és még hozzáadjuk a tutorial stringet, akkor a következő mintát, példát tudjuk megnézni, mégpedig azt, hogy mínusz egyes indexe mit kapunk vissza, futtatunk, ugye ez lesz a tutoriál elem, hiszen hátulról előrefele haladunk. Ha mínusz 2, akkor a Python, mínusz 3-nál pedig a hello szöveget kapjuk meg az index segítségével. A tuplereket a listákhoz hasonlóan lehet szeletelni.
Listáknál a szeletelésnél egy újabb listát kapunk, tápölöknél a szeleteléskor egy új tápölt kapunk vissza. A my tápöl változónkat alakítjuk egy picit át, hogy ugye az első eleme legyen a hello, majd utána tegyünk bele számokat, 1, 2, 3, 4, 5, majd írjuk bele ugye megint azt, hogy Python, meg azt, hogy tutorial, most remélem sikerült elsőre, szuper. És szedjük ki most ebből a my tuple-ből a számokat szeleteléssel. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy megadjuk a tartományt 1-es, 2-es pont, 6. Mentünk, futtatunk, és látható, hogy visszakaptunk egy tuple-t, onnan tudhatjuk, mert sima zárójelekkel vannak az elemek határolva, és 1-től 5-ig vannak a számok felsorolva. Azt is meg tudjuk tenni, hogy az utolsó két stringet, a Python és a tutoriált is le tudjuk szeleteléssel kérni, ez pedig a 6-os és 8-as határokkal tudjuk megtenni, futtatjuk, és látható a konzolon, hogy csak ezt a két elemet tartalmazó tuple-t kaptunk vissza. Tuple-ök módosítása. Ugye itt van a nagy különbség a listákhoz képest, míg a lista elemei módosíthatók, addig a tuple elemei nem módosíthatók a létrehozás után. Tehát ezekhez a műveletekhez kapcsolódó metódusokkal nem rendelkezik a tuple. Tuple-öket viszont össze lehet fűzni, erre is egy nagyon egyszerű példát nézzünk meg, a print függvény segítségével. Ugye először is létrehozunk egy sima tuple-t, hogy 1, 2, 3, plusz hozzáadunk egy másik tuple-t, ami 4, 5, 6 elemeket tartalmaz, és ha kiírjuk a konzolra, akkor látható, hogy a plusz műveleti jel segítségével összefűztük a tuple-öket, és egy harmadik eredmény tuple-t kaptunk vissza. Meg tudjuk csinálni azt is, hogy a tuple-ünknek egy eleme van, ugye most már azt tudjuk, hogy hogyan kell létrehozni, egy string legyen benne az, hogy taps, ugye a vesszőt utána ne felejtsük el, majd a szorzással megismételjük legalább háromszor, és ha futtatjuk, akkor megint látható, hogy egy új tuple-t kaptunk, amiben háromszor szerepel a taps felirat. Ugye a tuple-nek az elemei nem módosíthatóak, de maga a tuple igen, tehát törölhető. Tehát ha azt csináljuk, hogy létrehozunk egy tuple-t, ugye van egy változónk, hogy my tuple, ezt kiiratjuk a printen, hogy my tuple, akkor ugye lefut szépen, ezt már néztük. Ezután a del kulcsszóval ki tudjuk törölni a my tuple változónkat, és ha most újra hivatkozunk erre a változó névre, akkor bizony a Python hibát dob, egy name error-t kapunk, amelyet majd persze le kellene kezelnünk szépen, kivételkezelésről később lesz szó, de látható, hogy már a dell-lel magát a tuple-t kitöröltük, hiszen a print függvény nem tudja az értékét a konzolra írni. Térjünk most rá a tuple metódusokra, amelyekkel rendelkezik. Az egyik ilyen a count metódus, ehhez egy nagyon egyszerű tuple-t hozzunk létre. Ugye írjuk bele a apple szót a tuple-be, tehát karakterenként, ugye minden egyes karakter külön elem lesz. Jó, összefűzve ugye ez egy string lenne, apple, és nézzük meg, hogy hány eleme van ennek a tuple-nek. My, tehát írjuk ki a print függvénye, hogy print, my tuple, count, és ugye olyan értelemben számoljuk meg az elemeket, hogy hány P betű szerepel a tuple-be. Mentek, futtatok, és látható, hogy két P betű szerepel a Apple karaktereket tartalmazó tuple-be. Ha az A betűt írom be, akkor egyet kapok vissza, és akkor így még lehetne próbálkozni.
A másik metódus, amivel rendelkeznek a tuple-ök a count mellett, az index. Ez az első elemnek az indexét adja vissza. Tehát, hogyha itt most beírjuk az L karaktert, úgy átadjuk paraméterül az index metódusnak, akkor azt kapjuk vissza, hogy a harmadik, tehát a hármas indexet kapjuk vissza, ami azt jelenti, hogy az A az a nullás, az első P betű az egyes, a második P betű a kettes, és az L betű karakter pedig a harmadik index helyen szerepel. Viszont, hogyha a P betűt írok be, akkor azt kapom, hogy 1, mert a P betű legelőször az 1-es helyen szerepel a tuple-be. Tuple-ök esetén is lehet tagsági ellenőrzést végrehajtani. Ugye nagyon egyszerű lesz a példa, amit megnézünk. Megnézzük, hogy az A karakter az inkulszor segítségével szerepel-e a myTuple-ünkben, a myTuple néven hallgató változomba, és látható, hogy a konzolon a true logikai érték jelenik meg, hiszen szerepel. Ha azt írjuk be, hogy B, hogy a B karakter szerepel-e, és futtatjuk, akkor false értéket kapunk, de azt is megtehetjük, hogy megnézzük, hogy a G karakter szerepel-e, hát nyilván nem, de hogy true értéket kapjunk, ide beírhatjuk azt, hogy not in, tehát hogy nem szerepel, ugye ez is egy fontos információ, hogy a G nem szerepel a mi myTuple-ünkbe, futtatjuk, és ez is ugye igaz értéket fog visszaadni, hiszen a G nem szerepel, ez egy false érték, amelyet a not kulcsszóval tagadunk, így true értéket kapunk vissza. A tuple-öket be is lehet járni a for ciklus segítségével, tegyük ezt meg, hogy for, ugye c in my tuple, és akkor print c, igen, nem maradt az n, megint csak elgépeltem, szépen kiírtuk egymás után a karaktereket, de azt is megnézzük, hogy egy név szerepele egy másik tuple-be, itt is létre lehet hozni, ugye legyen John, meg Kate, és kiírjuk, ugye, vagy üdvözöljük a emberkéket, hello, vesző name, ugye a name fölveszi mindig a tuple-nek az értékét, és futtatunk, látható, hogy megjelenik a konzolon, hogy hello John, és hello Kate. Hát a legfontosabb dolgokat átbeszéltük a tuple-ökkel kapcsolatosan, de mivel sok megszólítás van velük kapcsolatosan, fölmerülhet az a kérdés, hogy mire jók. Alapvetően a listákat arra használjuk, hogy homogén típusú változókat tároljuk. Igaz, hogy eltérő típusúakat is bele lehet helyezni egy listába, de jellemzően nem szoktuk ezt a lehetőséget kihasználni, tehát homogén adatsorokra használjuk a listákat. A tuple-öket pedig tipikusan abban az esetben használjuk, amikor eltérő típusú változókat kell egy gyűjteménybe elhelyeznünk, például egy függvény visszatérési értéket tartalmazhat egy számot és egy logikai értéket, és erre jellemzően tuple-öket használunk. A tuple és a lista között különbség, hogyha be akarjuk járni a nem módosítható, vagy nem áll szándékunkban módosítani a listának az elemeit, akkor ha lista helyett tuple-t használunk, akkor sokkal gyorsabb lehet ez a bejárás. Tehát ilyen esetben is a tuple-öket szokták használni. Aztán a programunk jobb minőségű lesz a kódunk, ha a nem változtatható értékeket lista helyett, ahol ugye lehet őket változtatni, írásvédettnek képzelt vagy felfogható tuple-ökben helyezzük el. Tehát számtalan olyan eset lehet, amikor egy tuple sokkal jobb választás a listához képest. És utoljára pedig fontos szempont még, hogy egyes tuple-ök lehetnek kulcsok szótárakban, ez is egy adat típus, erről majd egy kicsit később lesz szó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a rövid videóban, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!